Három éves koromban láttam a Hennyt a tévébe, ezt az akvikumi felvételt, ahogy játszik. És innentől jött egy olyan, hogy én bábtervező akarok lenni, de így, hogy bábtervező. Sose akartam olyan színházat csinálni, mint amit a Henny csinál. Mindig imádtam. És hát akkor végén az lettem, tehát most, ha ilyen nagyot ugrok, akkor az iskolák, a Prágai Színművészeti Főiskola bábdíszlet és jelmeztervező szakán végeztem a 90-es évek elején. Bábtervező szak akkor még Leningrádban és Prágában volt. Ugye én akkori Csehszlovákiában születtem, ja. És ez nekem úgy különösebben nem jelentett gondot a két nyelv közötti átjárás, úgyhogy érettségi után egy évvel, mert ugye első körben nem vettek föl, felvételit nyertem a Prágai Színművészeti Főiskolán. És akkor végeztél? És ott végeztem, közben én már elkezdtem Magyarországon dolgozni, annak köszönhetően, hogy Kovács Gézával megismerkedtem még Prágába, aki szintén felvételt nyert akkor még a Prágai Színművészetire, és egy évig nyelviskolába járt, aztán ő visszajött Magyarországra, de a kapcsolat maradt, és én a negyedik évet megszakítva egy évre leköltöztem Kecskemétre műhelyfőnökként. Uh-huh. Tehát én a Ciroka, mikor alapítványi formában működött a Ciroka, akkor egy évig műhelyfőnök voltam a Cirokában. Az egyetemen ugye már azért minket kihelyeztek előadásokra. Talán az első ilyen nagyszínházi előadásom az Liberecbe volt, egy Szépség és a szörny. Kecskeméten a Fehér lófia Rumi Lacival. Uh-huh. És aztán azóta majdhogy nem 80 előadás. Én megpróbálok általában a szöveghez igazodni és a rendező elképzelése az, ami engem talán inspirál. Néha ellene megyek, néha azt támogatom, de ez csak egy látszólagos ellenemenés a dolgoknak. Valójában a téma az, ami meghatározza magát a technika megválasztását. Ebben mondjuk nagyon jó volt az egyetem, hogy egy nagyon széles körű képzést adott a műfajon belül, milyen technikák léteznek, és azok kombinációs lehetőségeivel.